Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban sok munkáról, sok áldozatról és harcról lesz szó. Aki már látta a Vörösmarty Színház fém előadását, az tudja, miről beszélek. Aki viszont még nem, annak ízelítőt adunk most belőle. Az előadás előtti próbán jártunk. Tartsanak velünk! Nem kis dologra vállalkozott a Vörösmarty Színház. Több száz jelentkező közül válogatta ki a fém musical szereplőgárdáját. Itt kezdődött a sok munka, amelyet a Fehérvár Televízió Casting című műsorában is végigkísérhettünk. Hogy az úristen be lehetett ilyen rosszul énekelni, de komolyan. Ez a nem kevés tagból álló csapat Hargitai Iván rendező és Rovó Tamás koreográfus vezetésével látott neki aztán a feladatnak, hogy a két hónapos intenzív próba folyamat után ledobják az energiabombát a fehérvári közönségre. A bemutató előtt is találkozhattunk már velük a belvárosban. A fém az Országalmánál debütált, legalábbis a főcímdal és az utcai koreográfia. De hiába állt össze a musical, a pandémia elsöpörte az eredeti bemutatót. Közben kiestek szereplők, volt, aki lesérült, legutóbb épp a premier előtti napokban ficamodott egy láb, jött elő egy sérv, így volt, aki azonnali beugróként csinálta végig a másikuk szerepét. A fém, vagyis a hírnév ára valóban a sok munka, a sok áldozat és a folyamatos harc. Erről szól a musical, de erről szólt az utóbbi időszak kemény próba folyamata, és a folyamatos tréningezés, szinten tartás is. Azért ez egy nagyon komoly fizikai megterhelés, tehát igazából kezdődik egy bemelegítéssel, ami mozgást jelent, kezdődik egy beénekléssel, egy zenekarnak kell egy hangbeállás, hogy ez akusztikusan úgy szólaljon meg, ahogy szeretnénk, és akkor esetlegesen, hogyha valami nem volt tiszta a múltkor, vagy éppen beálló van, akkor részpróbázunk, és aztán esünk neki az egésznek. Nyilván, ha valami pontatlan, vagy nem olyan, ahogy szeretnénk, akkor megállunk, kijavítjuk, tovább megyünk. Nem, elég fárasztó, komoly nap ez a szereplőknek. És mikor kezdtetek? Hány órakor álltok fel a színpadra? Hát kezdtünk egy teszteléssel, majd valamikor 9 óra 20-kor elkezdődött a bemelegítés, utána a beéneklés, és hát most így 15 óra tájba fél négy körül most így végzünk így ezzel a fél 9-től kezdődő, vagy 9-20-kor kezdődő munkával. Ez egy fantasztikus csapat, és ez már a casting idejében kiderült, hogy tényleg nagyon jól sikerült összeválogatni a csapatot, és ez tényleg a szószoros értelemben egy nagyszerű csapat, és azt, hogy a szorgalom, az alázat és a koncentráció az mindig megvan, ezt büszkén elmondhatom, és ennek nagyon örülök, mert ez ritkaság számba megy. Óriási kihívás volt, először nagyon féltem is tőle egyébként, amikor az Iván felkért, és kicsit aggódtam, hogy nehogy belebukjak ebbe a dologba, hiszen itt azért nagyon-nagyon sok zene van, nagyon-nagyon sokat kell táncolni, és nem is ez a legnagyobb dolog, hogy sokat kell táncolni, hogy nagyon sokfélét kell táncolni. És ugye egy koreográfusnak a legnagyobb kihívás az, ugye sok esetben az, hogy egy koreográfus mondjuk nagyon jó, nem tudom én, néptánc vonalon, vagy nagyon jó mondjuk klasszikus balett vonalon, vagy nagyon... és ugye itt azért nagyon sokrétű dolgot, itt a klasszikus balettől elkezdve a hip-hopos mozgásokon keresztül a jazzes vonalat kell képviselni. Szóval, hogy komoly kihívás volt, de a feladat egyébként megvalósítása az nem volt nehéz, mert engem nagyon inspirált a csapat, és az, hogy az első pillanattól kezdve jöttek velem és hittek abban, amit én szerettem volna, és egyébként nagyon büszke vagyok erre a munkára, és nagyon nagy igazából kihúzottan közlekedem amúgy ezt a darabot bemutattuk, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen fantasztikusan mozgalmas és nagyon jó darabot tudtunk létrehozni, és hát bízom benne, hogy a nézőknek is tetszenek a koreográfiák. Én a magam részéről elégedett vagyok. Fuck! Fuck! Fuck!
Na most azért ugye itt nem egy összeszokott tánckarról beszélünk, hanem egy válogatott tánckarról, akit ugye ugyan te válogattál, ti válogattatok, de hát mégiscsak össze is kellett szokniuk egy csapattá érni. Ez milyen munkát jelentett, vagy mit jelentett számodra? Hát ez a másik nagy büszkeség, és én adtam egy füzetet a fiataloknak itt a bemutató előtt nem sokkal, én megkértem őket, hogy írjanak bele néhány gondolatot az én számomra. Én szeretem, hogyha ez a későbbiek során megmarad emléknek, és nagy örömmel olvastam szinte mindenki részéről azt a mondatot, hogy te kovácsoltál belőlünk csapatot, és ez még talán nagyobb büszkeség, mint az, hogy az ember milyen koreográfiát csinál, hiszen egy adott csapatot összeszoktatni, és egy olyan egységet alkotni belőlük, ami aztán tényleg ütőképes, na az egy óriási nagy feladat, de hogy őszinte legyek, ez a 2,5 hónapos próbaidőszak, ami azt jelentette, hogy mi reggel 9-től gyakorlatilag este 10-ig együtt voltunk, és nagyon sokat beszélgettünk. Tehát én nem az a koreográfus vagyok, aki csak megmutatja a lépéseket és csak táncol, hanem nagyon sokat beszélek a táncról, nagyon sokat beszélek a belső mondandóról, és arról, hogy én mit gondolok a táncról, mit gondolok az adott koreográfiáról. És hát ez a 2,5 hónap olyan erősen összekovácsolt ezt a csapatot tényleg, hogy mit együtt sírtunk, együtt nevettünk a szószoros értelmében. Voltak olyan próbák, amik megálltak azért, mert egyszerűen elérzékenyültünk, és hogyha valakinek valami gondja volt, akkor egymást támogatták ezek a fiatalok, és az benne nagyon fantasztikus, ezt már elmondtam korábban is, hogy én a 25 éves pályafutásom alatt sose tapasztaltam még olyan erős egységet, mint ami ebben az előadásban van, és ez szerintem egy kimagaslóan nagy dolog, talán sokkal fontosabb bármi másnál. Szerintem határozottan mondhatom, hogy mi tényleg egy család vagyunk. Nyáron ugye egy nagyon intenzív 2,5 hónapot töltöttünk együtt, úgyhogy nehéz ettől elvonatkoztatni, hogy tényleg nagyon jó a kapcsolatom mindenkivel, és mindenkinek mindenkivel. Hát ez egy különleges nap volt, mert lesz majd egy beugrásom decemberben előadáson belül, és alapvetően ugye Carmen Diaz vagyok az előadásban, de ma egy másik szerepet próbáltam, úgyhogy kicsit sok volt még az új információ, de mindig olyan jó visszatérni, és mindig olyan jó velük találkozni, próbálni, meg csinálni az előadást, úgyhogy én nagyon szeretem. Van egy saját élete sorsa egy előadásnak, és jó esetben ez jól alakul. Én azt látom, hogy a színészileg nagyon sokat érett a dolog, tehát hogy azért ez nagyon jót tesz egy ilyen műfajnál is, hogy nem csak eltáncolják elé nekik a darabot, hanem eljátsszák. Tehát sorsok életekről is szó van, akkor igazából élvezünk egy ilyen zenés műfajt is. Tehát egy érett, jó előadásra számíthatnak a nézők. Nyilván ez a műfaj viszont egy nagy pontosságot is követel az érzékenység mellett, és hát ezt ki kell követelni a produkciót, hogy ez így legyen, ezért próbálunk. Szerintem nagyon-nagyon szeretik ezt játszani ezek a színészek, ezek a fiatalok, mert nagyon saját sorsukról szól ez a történet. Tehát, hogy szerintem a betonfalat is átütik, hogy ezt eljátsszák. Teljesen ott köpnek az izmaim, a hátam sajog, és ízzatok, mint egy ló. Milyen lelkülettel jössz ide, amikor a fémet próbáljátok? Nyilván meghatározó egy próba folyamatnak van egy lenyomata az emberben, hogy az milyen volt, és ez egy nagyon hosszú, nagyon komoly, nagyon örömteli munka volt. Nagyon kemény meló volt ez, de nagyon szerettük csinálni, és válvetve a koreográfussal, Róvó Tamásra, ez egy fontos pont azért ebbe a színháznak az életében és a mi életünkben is. Ugye te tanítasz is fiatalokat, és most is fiatalokkal dolgozom. Kell-e másképp instruálni azért ezt a korosztályt, akik még nem érett színészek? Természetesen, hát nyilván, hogyha van bennük érzékenység, tehetség, nem biztos, hogy tudják mindig a kifejező eszközt. Nyilván nem olyan érett a színészetük, mint egy 10-20-30 éve pályán lévő színésznek, akinek sokkal több minden van már az eszköztárában, vagy legalábbis azt tudja, hogy bizonyos érzéseket hogyan mutasson meg. Mert az érzékenység az fontos, de meg is kell tudni mutatni, és változatos módon megmutatni. Tehát nyilván itt színészvezetésileg azért pont nagyobb pontosságot követel tőlem olyan értelemben, hogy megmutatni a hogyanját is, vagy érzékeltetni azt, hogy mikor jó és mikor nem jó a hogyanja. Tehát nem elég csak a gondolatokat közvetíteni, mint gyakorlottabb színészeknél, hanem ez egy babrásabb munka nyilván. Szigorú vagy? Nem tudom. Nem szeretem, hogyha
pontatlan egy színdarab, és hogy ez azt is jelenti a pontatlanság, nem az, hogy időben jönnek-e be, hanem hogy jól van elmesélve egy történet, és hogyha rosszul van elmesélve egy történet, akkor szerintem az hazug, és ezt a fajta hazugságot nem szeretem a színpadon, és ebben azt hiszem mániákus vagyok, hogy ez valóban megtörténjen. Dobolás az mióta van jelen az életedben? Mióta dobolsz? Szerintem egy 6-7 éve talán, az volt az első hangszerem, és akkor volt a Madách Színházban egy ilyen casting, hogy a Rocksuli című műzikerre keresnek olyan gyerekeket, akik játszanak hangszeren, és ott elmentem a meghallgatásra, hogy mit veszíthetek, és akkor oda bekerültem, és akkor ott a Madách Színházban is játszottam darabokban, akkor most itt is Fehérváron, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy én dobolok, mert tök sok olyan szerepet eljátszottak, mint például ezt is, amihez egyébként fiatal vagyok mondjuk egy másik szerepre, de mondjuk az, hogy én tudok dobolni, azt mondták, hogy hát fiatal vagy, de gyere, mert tök jól dobolsz, és hogy ez tökre kell ide. Megkérdezhetem, hogy hány éves vagy? 15 éves vagyok, most júniusban lettem 15. Hát ez egyébként érdekes, mert mindig úgy tartják, hogy kell egy A-terv és egy B-terv is. Viszont én úgy gondolom, hogy a kettőt lehet vinni, nyilván nem ugyanabban a mértékben, tehát hogy nem lehet a színházat is és a zenét is ugyanazon a szinten tolni, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek legyenek B-tervei, és legyenek más lehetőségei is, hogy mondjuk például egy ilyen Covid helyzetben, ami most volt, tudjon csinálni mást is, ami nincs a lezárásokhoz kötve. Úgyhogy én szerintem fontos az, hogy legyenek az embernek B-tervei, és nem lehet ugyanazon a szinten nyomni mindent, de én látok arra lehetőséget, hogy azokat, amiket én csinálok, azokat így folyamatosan fejlesszem, és ugyanúgy csináljam őket. Ha megbuktad, akkor át fogok menni a pótvizsgát. Ja. Csalással. Mennyire idéződik fel benned ilyenkor az a korszak, amikor te küzdöttél azért, hogy jó művész legyél, és a pálya elején volt egy, mennyire jön ez vissza? Az a része, hogy a pontosság, az, hogy mit várnak el, azt teljesíteni kell 100%-ra, nem pihenhetsz, koncentrációban nem engedheted el egy pillanatra sem az előadást, ezek visszajönnek, de a jegeces hangulat az nem. Az nem. Ez ennyire távol áll tőled ezek szerint? Hát a külsőmből ez sugárzik, hogy én ilyen vagyok, de amúgy nem ilyen vagyok. Tehát én egy szubrett alkat vagyok, úgyhogy nekem ez inkább humorból szoktam így viselkedni, de amúgy nem így viselkedem az életben. Mennyire volt kihívás azonosulni ezzel a szereplővel? Nagyon nehéz volt, hiszen nem szeretek parancsolgatni, meg nem szeretek mások fölé kerekedni, meg olyan tanárosat játszani, hogy úgy mondjam. Inkább barátilag kezelem a körülöttem levő fiatalokat, és nem elsősorban az a célom, hogy most én bármit is tanítsak nekik, hanem inkább legyünk jó barátok. De tulajdonképpen ez a tanárnő azért képvisel valamiféle igazságot azzal kapcsolatban, hogy jó, ha egy művésznek is megvannak azok a klasszikus alapjai, amire aztán építkezhet, mert mondjuk bármi történhet, egy sérülés, nem úgy alakul az ember karrierje. Hát igen, én is hallottam olyat, hogy több színész most itt az előző karantén alatt elkezdett különböző polgári foglalkozásokat elsajátítani, vagy valami tanfolyamra járni, mert igen, sajnos ez van, hogyha nem jutsz előrébb, vagy nem vagy annyira tehetséges, vagy tényleg történik veled valami, akkor több lábon kell állni, és muszáj legalább egy fél alapműveltséget magadra szedni, hogy az életben kezdeni tudjál magaddal bármit is. A darabnak az egyik nagy mondani valója az, hogy a tehetség az nem elég. Te ezt mennyire tapasztalod napi szinten a mindennapi életedben? Hát én ezzel maximálisan egyetértek. Tehát nagyon sokszor találkoztam olyannal, ahol
több tehetség volt, kevesebb szorgalom, meg több szorgalom és kevesebb tehetség, és az élet abszolút azt mutatta, hogy a több szorgalom az mindig messzebb viszi az embert, mint a több tehetség. Én azt gondolom, hogy a tehetség az csak egy iránymutató, hogy mivel érdemes foglalkozni annak érdekében, hogy az ember mondjuk egy boldog vagy elégedett életet éljen. De minden más, minden egyes sikerhez, apró sikerekhez, nagyobb sikerekhez, a munka, a kemény munka, sok áldozat és harc, tehát az alázat, a munka és a kitartás és a szorgalom vezet. Én teljes mértékben ezt tapasztaltam az életem során. Azért ez kimerítő is, nem? Hát... az én testem nagyon sokat fejlődött fizika, vagy fizikum szempontjából. A Rovó Tamásunk edzései, tréningjei és koreográfiái megadták az alapját annak, hogy egy nagyon tudatos életet éltem. Tehát, hogy nagyon figyeltem az étkezésre, figyeltem arra, hogy eleget aludjak, hogy a testem ne kimerüljön, hanem felépüljön, mire jönnek az előadások. Elképesztő energiák vannak jelen a színpadon, amikor így följön az összes ember, az összes kolléga, és mindig azt érzem, hogy elképesztő módon tudjuk húzni egymást és pumpálni egymást erővel, és hát bárminden csapat munka ilyen lenne, mint ez. Azt hallottam itt a többiek, hogy itt nincs a rivalizálás, de ezt hogy látod, igaz-e? Nagyon sokan vagyunk úgymond lekettőzve, tehát nagyon sokunknak van váltója. Én ennek a rivalizálásnak a szikráját sem láttam, tehát nagyon támogatóan állunk egymáshoz, nagyon segítőkészek vagyunk egymással, a partnereinkkel, a váltóinkkal, és nagyon jó érzés, hogy az amúgy is nehéz és megterhelő produkcióban nem kell ilyen fölösleges köröket futni, például rivalizálás terén. Carmen szerepe mindenképpen kihívás volt számomra, hiszen egy nagyon összetett karakter, nagyon nagy jellemfejlődésen megy keresztül, és úgymond egy bukott nő, és még sosem játszottam olyan karaktert, aki nem naíva volt, és nem egy hősszerelmes típusú nő, és ezért nekem nagyon, nagyon izgalmas volt megformálnom ezt a karaktert. Nagyon jó volt megélnem azokat a jellemvonásaimat, amiket esetleg a mindennapokban ugye nem élek meg. Jó volt önmagamat jobban megismerni azáltal, hogy ebben a karakterben megmutathattam azt az arcomat, amit ugyebár a mindennapokban nem szívesen mutat az ember, és hogy megismertem a mélységeimet, és ennek ezáltal ennek a karakternek a mélységeit is. És nagyon jó úgy bejönni mindig próbára, hogy tudom, hogy jó hangulat lesz, tudom, hogy jóban vagyok a többiekkel, ők is szeretnek, én is szeretem őket, és ez egy valami olyan pluszt ad, valami olyan varázslatos pluszt, amitől ez a darab más, mint a többi.